Köszöntöm a Gyógyír nézőit! Ma egy olyan lelki egészségügyi tanácsadást nyújtó civil szervezetet mutatunk be, amely a bajba jutott várandós anyák és a kismamák számára biztosít háttértámogatást. Megmutatjuk azt, hogy az Egyesület milyen segítséget biztosít az abortuszra készülő, vagy már azon átesett nők lelki gondozása érdekében. A műsor további részében pedig a kismamákat szólítjuk meg a Gyógykalauzban a Munkácson működő Család és Életegyesület szoptatási tanácsadójával is beszélgetek. Maradjanak velünk! A Család és Életegyesület a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház életvédő csoportja. Egy olyan önkénteseket tömörítő civil szervezet, amely az abortusz előtt álló nők segélykiáltását is meghallja. Céljai közé tartozik ugyanis a magzati élet védelme, a krízisbe jutott várandós anyák támogatása, az abortuszon átesett nők segítése, az emberek információhoz juttatása, de emellett plakátkampány, iskolai előadások, természetes családtervezés tanítása is, és egyéb családi gondokban konzultációs lehetőség felajánlása. Ismerkedjenek most meg az Egyesület munkájával. Amikor elindították ezt az Egyesületet, az önök munkája, amikor elkezdődött, akkor mi motiválta, mi volt a cél? Püspök atya, Kárpátaljai Római Katolikus püspöke, Majnek Antal atya, nagyon régóta szerette volna, hogy legyen a mi egyházmegyénkben is egy életvédő szervezet. Ez mindenképpen egy fontos motiváció volt. De amit láttunk, igazából az volt az, ami elindított minket arra, hogy valamit próbáljunk segíteni. Azt láttuk, hogy Kárpátalján rettenetesen magas az abortuszok aránya. Valójában az egész volt Szovjetunióban ez a helyzet, de körülbelül 90%-a a nőknek átesett egy ilyen beavatkozáson. Gondolkoztunk, hogy mi lehet ennek az oka, ennek a rettenetesen magas aránynak, és azt láttuk, hogy az egyik a tudatlanság, a másik pedig a kényszer. És arra gondoltunk, hogy biztos, hogy van, amit meg lehet próbálni azért, hogy egyrészt az információt terjesszük, hogy itt valójában tényleg egy emberi életről van szó, nem egy sejtcsomóról, ahogy sokszor az orvos mondja, vagy egy vérrögről, ahogy sokan gondolják, hanem tényleg egy megfogant emberi életről, ami a legelejétől kezdve egy önálló személy. De azáltal, hogy önök ezt elmagyarázzák, úgy gondolja, hogy valaki megváltoztatja a véleményét, illetve valami más motivációja van arra, hogy ezt az abortuszt elvégeztesse. Azt látom, hogy azok a nők, akik ebbe belemennek, a legritkább esetben hoznak informált és szabad döntést. Ugye az egyik része valóban az információ, és erre valóban láttunk példát, hogy amikor kiderült a számára, hogy jé, hát annak a 6-8 hetes gyereknek már van keze, lába, hogy valójában tényleg egy emberről van szó, akkor igen, hoznak egy olyan döntést, hogy ezt az én gyermekem meg akarom tartani. De azt is látom, hogy az abortusznak nagyon sokszor a kényszer az oka, hogy a környezet gyakorol olyan nyomást, és ez hihetetlen nagy nyomás tud lenni, akár a fizikai kényszertől kezdve egészen a lelki presszúráig, hogy addig nem hagyják békén, ameddig el nem vagy, vagy azt mondják, hogy addig ebbe a lakásba be nem jössz, vagy hogy elhagylak, hogyha el nem veteted a gyereket. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen kényszer helyzetben van, ahol valójában a környezet az, aki ezt a döntést meghozza a nő helyett. Éppen annak a nevében veszik el a szabadságát, hogy ezt szabadon meg lehet tenni a törvény szerint. És ezért nem hagyják, hogy az ő saját döntését, mert ugye ő azért anya, ezzel valahol tisztában van. Valahol vágyik rá, hogy megszülje ezt a gyereket, és gyakorlatilag nem engedik meg neki sokszor. Az emberek úgy vannak vele, hogy a megelőzés lenne a fontosabb betegségeknél. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is. Tehát az, amikor már abortuszra kényszerül valaki, az egy felelőtlen szexuális együttlétnek az eredménye. Vajon az iskolákban a gyerekek mennyire vannak felkészítve arra, hogy hogyan lehet biztonságosan majd a későbbiek során szexuális életet élni, illetve mikor ajánlott, illetve milyen következménye lehet neki? Nagyon felkészületlenek erre a fiatalok. Itt Kárpátalján szerintem sajnos a családokban is eléggé tabu téma ez az ügy. Az információt, amit szereznek, az többnyire egymástól, vagy pedig az internetről szerzik, és hát ez nem éppen a legjobban életre felkészítő forma, amit ott találnak. Nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk a fiataloknak arról, hogy a kapcsolatnak ez a formája nem csak, hogy mivel jár, hanem
hanem mikor hozza meg valóban azt a boldogságot, amire ők vágynak. Mi az az a kapcsolati forma, ahol a szexualitás nem csak rendeltetésszerű, hanem abban a biztonság érzetben lehet, ami nem töri össze a szívüket, mert rengeteg sérülést lehet összeszedni, pszichés, lelki sérülést, vagy akár ugye nemi betegséget, hogyha valaki ezt nem a megfelelő módon éli, ami neki jó lenne. Nagy probléma az, hogy normálvá vált az, hogy tulajdonképpen minimális ismerettség után azonnal a tárgyra térnek, tehát a szexuális kapcsolatra térnek át, és közben pont a lényeges fázisok maradnak ki, ami valójában boldogít, hogy én megismerek egy embert. Az az ember fokozatosan egyre jobban elfogad engem. A lelki közelséggel párhuzamosan erősödik a testi szintje is a kapcsolatunknak, és itt erről nagyon sokszor szó sincs, és ez olyan töréseket hagy utána a fiatalokban, hogy ami egész életre meghatározó lehet. És itt nem is csak az abortuszról beszélek, bár ez is beletartozik, mert talán erről beszélhetünk, hogy ez hihetetlen nagy törést tud okozni. De hát ahogy ön is említette, hogyha átesnek ezen a fázison, illetve pontosabban átugorják ezt a fázist, hogy megismerjük a másikat, akkor innentől kezdve nem is értékeljük annyira a másikat, nem is érzünk felelősséget iránta, és itt jön a felelőtlen szexuális kapcsolatból származó gyerek, aki majd senkinek nem kell. Vagy esetleg az anyának, de nem áll mellette senki. Így van, tehát hogyha a szexualitásra úgy tekintek, hogy én a másikat használom a saját élvezetem érdekében, a saját gyönyöröm érdekében, akkor ez megszűnik egy szeretett kapcsolat lenni, hogy én ajándékozom magamat a másiknak, ő is magát ajándékozza nekem. És ott van állandóan benne ez a bizonytalanság, hogy engem most használnak, vagy most még jó vagyok, de lehet, hogyha talál egy másikat, akkor majd lecserél, mint egy elhasznált ruhát. Ugye a szexualitásnak pont azért a házasságban van a helye, a házasságnak a biztonságában, mert ott már kifejeztem azt, hogy én ahhoz az emberhez tartozom egész életemre, és akkor tudom, hogy akármilyen vagyok, lehetnek jó meg rossz napjaim, én ebben az elfogadottságban adom oda magamat a másik embernek. És ennek hihetetlen nagy értéke van. Látom, hogy milyen sok szorongás származik abból, amikor nem ebben a helyzetben élik meg a szexualitást. És hát arra meg már nagyon sok kutatás is van, hogy akár a házasság előtti együttélés, akár ezek az alkalmi kapcsolatok mennyire befolyásolják a későbbi kapcsolatokat, vagy majd később kötendő házasságnak a kimenetelét. Sokkal nagyobb arányban bomlanak fel azok a házasságok, ahol előtte együttélés volt. A Család és Élet Egyesületnek egy időben több projektje is fut. Milyenek ezek a projektek, mivel foglalkoznak, kiket érintenek ezek a dolgok? 2016 óta vagyok a Család és Élet Egyesületnél, mint pályázatíró. Azóta én személy szerint legtöbbször a Bethlen Gábor alaphoz adjuk be a projektjeinket, és a legutóbbi évben pedig egy minisztériumi pályázatunk is megvalósult. A Bethlen Gábor alap minden évben támogatja a Család és Életet élet média kampányát. Ez egy Kárpátalján teljes egészében jelenlévő kampány, ugye legtöbbnyire órás plakátokon találkozunk a képekkel, ami a magzati életvédelmét célozza meg, és ezen kívül a médiakampányban még jelen vannak különböző szórólapok, brosúrák, plakátok, kisebb méretűek, nagyobb méretűek, és hát törekszünk mindig arra, hogy minél több ugye, csatornán jelen legyünk, és kezdve a szociális médiában, és akkor vigyük a családi életet, és ezt az információt tudatosan terjesszük. Szintén minden évben most már támogatja a Bethlen Gábor alap az ifjúsági programjainkat, ahol képzések is többnyire megvalósulnak, családvédő információs képzések, ahol a résztvevők több szférából érkeznek, és valaki csak több információt szeretne tudni magáról az életvédelemről, vagy a felvilágosítás, ugye fiatalkorban, vagy olyanok is jelen vannak ezeken a képzéseken, akik majd ezzel szeretnének foglalkozni a saját helyükön, területükön, és akkor már bedolgoznak nálunk, mint családvédők, hivatalos családvédők. Ezen kívül még vannak családi hétvégeink is, ahol igazából az a cél, hogy minőségi időt töltsenek együtt a családok. Ugye nagyon sokszor probléma, hogy az apuka külföldön dolgozik, csonka családjaink vannak, és ezeken az alkalmokon feltöltönnek lelkileg is, mert mindig van egy lelkivezető, de kikapcsolódnak is. Milyen szakembereik vannak? A Család és Életnél dolgozik egy nőgyógyász, szoktatási tanácsadó, mentálhigiénis szakember.
Melyik most a legújabb pályázatuk, ami mondjuk itt a Család és Élet Egyesületnél most egy újabb projektet jelent majd, egy újabb fejezetet az életükben? Igen, legújabb, amit legutóbb pályázat, ami be lett adva, az a gyerekbarát tevékenységeket segítő pályázati felhívás volt, ahol többek között olyan projektet tettünk bele. Igazából fokozatosan mindig törekszünk arra, hogy az újszülött eszköz segítő programunkat mindig bővítsük, és minél több eszközzel rendelkezünk, erre nagyon nagy igény van, ez az egyik. A másik projekt, ami be lett ebbe téve, az pedig a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a felzárkóztatása. Ez egy valamikor már működő projekt volt, most egy picit leáll, de szeretnénk újraindítani. Szintén igény van rá, hogy egy igazából nyugdíjas pedagógust a szakemberünk, aki foglalkozna itt Munkácson. A gyermekeszközök azért ez egy tág fogalom. Én úgy tudom, hogy önöknél van egy kölcsönzési lehetőség is. Van. Ezt azért említsük meg. Igen, így van. Kismamákat, ugye sokszor van egyedülálló kismamánk is, de csecsemőket ugye, és családokat is segítünk. Babaágyakkal, babakocsikkal, járókákkal, ágyneművel is, matraccal, bármire igazából. Igény szerint, hogyha amit tudunk, azt adunk, sőt van lehetőség arra, hogy mire van szükség, és azt vásároljuk meg. Mennyire van igény erre az önök munkájára? Tehát ugye az évek telnek, múlnak, látják az eredményét, látják a hiányosságokat, és látják azt, hogy milyen sikerek vannak ezen a téren. Sajnos hál' Istennek igény van, és egyre nagyobb igény, egyre jobban terjed a hírünk, és ezért mi is teszünk, hirdetjük is, hogy van ilyen lehetőség, keresenek bátran, és például itt Munkácson helyben a szoptatási tanácsadókon keresztül nagyon sok anyuk elér minket, mert helyben ugye beszélgetés kapcsán kialakul, hogy mire van szükség, miben tudunk segíteni, és van, hogy beviszünk a szülészetre is már csomagot, és úgy megy haza a kismama. Hogyan tapasztalják, amióta az Egyesület létrejött, hogy kik azok, akik segítségre szorulnak? Tehát ugye itt említett olyanokat, hogy ugye akár lányoknál is ez megtörténhet, vagy családanyák körében gyakoribb, tehát milyen korosztálynál, milyen élethelyzetekben gyakoribb az abortusz, illetve az olyan helyzetek, hogy abortuszra kényszerüljön valaki? Akikkel mi dolgozunk, az tulajdonképpen a legteljesebb spektrum, tehát nagyon sokféle korosztállyal, ugye kezdve már az iskolások, akiknek arra van szükségük, hogy megkapják a megfelelő információt, hogy valaki beszéljen nekik a felelős szexuális viselkedésről, beszéljen nekik a következményekről, tehát az alapvető információkat megkapják. Aztán ott vannak azok, akik konkrétan krízisben vannak, belekerültek egy olyan helyzetbe, ahol választani kell, hogy vagy a gyerek, vagy a fiúm, vagy a gyerek, vagy a karrierem, vagy mit kezdjek ezzel a számomra hirtelen jelentkező nehéz helyzettel. Nekik nyilván másféle segítségre van szükség, arra, hogy valaki melléjük álljon. Ezt nagyon sokan mondták már, hogy ha egy valaki mellém állt volna, akkor nem tettem volna meg. És szeretnénk az a valaki lenni, aki akár a lelki, akár szükség esetén az anyagi segítséget megadja, vagy ezt a kezelhetetlen nagy probléma halmazt kisebb problémákra lebontva kezelhetővé segít tenni. De ott vannak azok is már az idősebb korosztályból, akik adott esetben a sokadik gyereküket várnák, és nem engedhetik úgymond meg maguknak, hogy akkor próbálunk társszervezetekkel, például a Caritásszal együttműködve olyan feltételeket biztosítani, hogy megengedhesse azt, hogy ez a gyerek megszülessen, hogy ez bátran fel tudja vállalni. És végül vannak azok a sokszor már idősebb nők, akik pedig nem tudnak együtt élni az abortuszuknak az emlékével. Hihetetlen nagy szenvedés van e mögött sokszor. Nagyon sokszor hallottam azt a mondatot már, hogy eljöttem, mert úgy érzem, hogy így nem lehet élni. Nem tudok ezzel együtt élni. És ezek általában nem tegnap előtt történt történetek, hanem 20, meg 30, vagy akár 40 évvel ezelőtti. Milyen dolog, gyakori ez? Milyen százalékban, hogyan látják? Gondolom, végeztek már azért felméréseket, mert nyilvánvaló, hogy vannak, akik megbánják, de vannak, akik nem. De valahol azoknak is talán a lelkükben ott marad ez a fekete pont mindig. Azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenkinek ott marad ez a nyom. Valójában az történik, amikor egy nő várandós lesz, akkor beindulnak mindenféle változások fizikai szinten, pszichés szinten. Ilyen kismama üzemmódba kapcsol a nő. Hogyha ezt a folyamatot meg akarja állítani, nem vagy megszakítja így a terhességet, akkor ez az egész folyamat a szervezetében, tehát menne tovább. Úgyhogy
valahol azt érzékeli a szervezete, hogy ő elveszített egy gyereket. Gyászolnia kellene, de ezt nem engedheti meg magának, mert ahhoz ugye el kéne ismerni, hogy valami olyan fájdalmas dolog történt, amiben neki is része van. És ezért az történik, hogy összecsomagolja ezt az egészet, az ezzel kapcsolatos érzéseit egy kupacba, és ezt a csomagot mélyen elássa magában. A tudat alatti. A tudat alatti. És akkor az a baj, hogy ez aztán úgy működik, mint egy időzített bomba. És van, akinél felszínre jön azzal, hogy konkrétan kirobban valamikor ez a fájdalom. Sokszor évtizedekkel később egyébként. Tehát egy darabig el lehet játszani, hogy nem történik. Mennyire hathat ez ki a családra? Tehát azoknál, akik ezt a lelkükben eltemették, úgymond ezt az óriási fájdalmat, mennyire hathat ki a férjével való kapcsolatára, a gyerekével való, a másik gyerekével való kapcsolatára? Erre vannak statisztikák, a házastársi vagy párkapcsolat 80%-ban súlyosan megromlik, vagy tönkre is megy, tehát nagyon erős kihatással van. És a már meglévő, vagy később születő gyerekekre is, hát sokan mondták azt, hogy már nem tudok úgy nézni a gyerekeimre, mint korábban, mert mindig eszembe jut az a másik, aki nem születhetett meg. Vagy ez szintén jellemző dolog, hogy annyira félti azt a megszületettet, mert valahol ott van tudat alatt, hogy majd valamilyen büntetés lesz azért a sors, Isten, vagy ki miben hisz, hogy megbüntet azért, amit tettem, hogy el ne vegye tőlem azt a másik gyereket, és akkor nem engedi felnőni, vagy nagyon félti. Tehát nagyon komoly kihatásai vannak. Egyébként hát erre is vannak tudományos statisztikák, hogy például a klinikai depressziónak az aránya 81%-kal megnő ezekben az esetekben, és ami érdekes egyébként, hogy ugye szoktak az anya pszichés válság helyzetére hivatkozni, hogy egy nem kívánt gyereknek a megszülése az rossz hatással lenne az anya lelki egészségére. Még ebben az esetben is, ha nem kívánt gyermek, még akkor is 51%-kal jobban jön ki lelki egészség szempontjából is a nő, ha megszüli, ahhoz képest, mint azok, akik nem szülték meg. Itt ebben az épületben a Szent Család Egészségügyi és Konzultációs Központot szeretnék létrehozni. Tehát ön, mint Koszka Arnold, nem csak nőgyógyász az Egyesületnél, hanem ennek az egész építkezésnek a szervezését is ön csinálja. Mi ez itt a kezében, amit most látunk? Itt nálunk van egy rekonstrukció vázlattér terv, ahol minden van megjegyezve, mit kell... Le van rajzolva, hogy hogyan fogják átalakítani, igen. Na, mondjuk el, hogy milyen szobák lesznek itt, mik lesznek, mire lesz ez alkalmas tulajdonképpen ez az épület? Az épületben lesz nőgyógyászrendelő, házi orvos, gyerekorvos, ultrahang, és gyerekpszichológus és logopédus is fognak konzultációt adni. És úgy tervezünk, hogy is szoptatásról lehet tanácsadó. Itt tanácsadó lesz, és fog segíteni kis mamáknak ebben az ügyben. Mikorra várható, hogy ez a központ elkészül? Hiszen látom, hogy itt nagyon szép ez a tervdokumentáció. Mikorra várható, hogy az átalakítás elkezdődik? Kellene néhány év, 3-4 év körülbelül, azt hiszünk, de meglátjunk, mert most ilyen az idő, hogy vannak mindenfajta változások az egészségügyben, és nem tudni, mi lesz jövő évben. Mi várható? Így van. Ön anyanyelvét tekintve nem magyar nemzetiségű, mégis ugye ez az úgymond kis magyar családi egyesületnél dolgozik. Tudja jól azt, hogy nagyon sokan elvándorolnak Kárpátaljáról, nagy az orvoshiány. Hogyan gondolja, hogy sikerül-e majd ennek a központnak orvosokat, szakembereket találnia, hiszen ugye önt megtalálták, ön vállalta ezt, de lesznek-e még ilyen emberek, akik ebbe majd dolgoznak? Mi higgyünk benne, hogy lesznek, aki itt fog dolgozni. Azt hiszünk, hogy megtalálunk a jó orvosokat ide. A
A Család és Élet Egyesület különböző módon nyújt támogatást a várandósoknak és a kismamáknak is. Felajánlja segítségét azoknak a szülőknek, akik a Munkácsi megyei gyermekklinikára érkeznek vizsgálatra, kezelésre, de nem beszélnek jól ukránul, vagy nehezen igazodnak el a helyszínen. A kórházat jól ismerő munkatársuk elkíséri őket, tolmácsol, amikor kell, és segíti az orvossal a kapcsolatot fenntartani. Az egyesületnél lehet jelentkezni, ha valakinek babamérlegre, légzésfigyelőre vagy más baba felszerelésre, babaruhára, babakocsira, egyéb eszközökre van szüksége. A képernyő alján megadott telefonszámon szoptatási tanácsadásra is lehetőség van. Erről szól a mai gyógykalauzunk. Tartsanak velünk! Hol vagyunk pontosan? Hát a szülészeten vagyok, a Munkácsi szülészeten, és a negyedik emeleten. Itt is mind a két, minden emeleten van csecsemő osztály, itt fekszenek az anyukák szülés után. És akkor ez így szokott történni, hogy amikor valaki éppen itt ebben a kórházban szül, megszületik a gyermeke, akkor ön csak úgy besétál szépen, bekopogtad, és azt mondja, igen, hogy én ezt... milyen? Szoptatási tanácsadó vagyok. Bekapogtatok, és akkor megkérdezem, hogy mivel lehetek segítsége, hogy tudnak-e mindent szoptatni. Ennyi. És mi derül ki? Hát mi derül ki, hogy azt se tudják, hogy a gyereket hogy fogja meg igazából, hogy rendesen egyen, vagy hány óránként kell, meg hogy cumit adjon, ne adjon, tápszert, stb. Ugye mindegyik a tápszert nyomna a szájába, de hát... mert ugye hogy éhes lesz a gyerek, de igazából nem az éhségtől sír, hanem nem tud másképp ugye megnyugodni, hanem az anyukája kell neki, aki ugye még egy kicsit így babusgatja, hordja, nem pedig arra van szüksége, hogy rázzák őt ott az ágyba. Ugye ez egy természetes folyamat, csak egyszerűen hagyni kell ugye az ösztönöket így bekapcsolódni, és merre kell tenni a gyereket, amikor igényli, ennyi. És tápszere egyáltalán nincs szükség, csak ugye a császáros anyukáknál, igen, meg az ilyen gyengébb gyerekeknél, de egy teljesen normális újszülöttnek erre semmi szüksége nincs. Tehát ön akkor, mint szoptatási tanácsadó azt állítja, hogy nincs olyan anya, aki természetes úton szülte volna meg a gyerekét, hogy azt mondja, hogy nincs tejem. Hanem ennek megvan a konkrét oka, tehát ennek magyarán nem tudja azokat a fázisokat, amin át kell mennie, ahhoz, igen, hogy mondjuk évekig szoptatnak. A 100%-ban 3% tényleg, aki anatómiailag nem tud szoptatni, a többi 97 tud. Tehát az olyan nagyon komoly betegség kell, hogy legyen. Nálunk szoptatnak, ikres anyukák is nagyon effektíven. Tehát csak meg kell tanulni a technikát, meg ugye hallgatni kell az ösztönökre. Nagyon sok betegség megelőzhető ebben. Reggelre egy picit, aztán betették kék fény alá. Milyen súlya született? 2,25. Én meg 1,8 kg voltam, úgyhogy 2,25. Tűn minden összé megvan-e? Igen, hát bizony. Negyedik baba? Negyedik. Ó, hogy hívják? Lara Johanna. Lara Johanna. És negyedik baba. Igen. Ő az egyetlen kislány? Nem, van még egy, 11 éves. Egy kicsit napozik, és utána mehet az anyukához. Hát ugye a mája még nem megfelelően működik, és tehát azért kell ez a kék fény, hogy ez a bilirubin úgy lebomoljon, úgy, ahogy kell, és akkor azért vannak itt bent. Ilyen pici babát lehet el már szoptatni? Persze, lehet, lehet. Szopik is. 2 napja már csak is cicim van. Uh-huh. És milyen gyakran? Hát azt mondta a doktornő 2 óránként. Igen, adjam neki, mert egyben nem tud úgy jól lakni, 30 millit kellene, hogy megígyon, de nem bír csak 25-öt. Uh-huh. És ugye nagyon fontos, hogy ne kapjon a gyerek cumit, mert akkor egészen másképp kezd szopni, tehát ez tényleg fontos. Játszott cumit csak akkor kapta a gyerek? Hát valamikor, ha nagyon sír, akkor be szoktam neki nyomni igazán a szájába, de nem nagyon szereti szopni. Az jó. Az a baj, hogy egészen másképp, ugye elkezdi szopni a cumit, és akkor egészen másképp kapja be a mellett is. Tehát... Hát, úgy még eddig cumis üvegem volt, és nehezen szopkik vissza a cicire. Nem vagy nálunk, hogy sok ilyen ikergyerek van. Ikrek, akik ugye császár után vannak, az még ugye nehezebb, és akkor szopnak ennyi.
Ugye most dől el, hogy ki kit nevel, ugye? Hogy igen. Most az anyukának egy kicsit be kell keményíteni. Tehát, hogy az anyuka a gyereket, vagy a gyerek így az van. Anyukát. Egészségügyi magazinunk végéhez értünk, legközelebb két hét múlva ismét Gyógyérrel várom Önöket, amikor is az egészségügyi intézményeknek nyújtott magyarországi támogatásokról lesz szó. Megtudhatják, hogy milyen segítségnyújtás révén újulhattak meg azok a rendelők, amelyeket a szovjet idők óta nem tataroztak, és amelyek a magyar kormánynak köszönhetően Kárpátalján ma már korszerű egészségügyi intézményé alakultak át. Többek között erről is beszélgetek stúdió vendégünkkel, Barta Józseffel, a megyei tanács elnökhelyettesével, a KMKS alelnökével, de a magyarországi egészségügyi eszköztámogatásokról is szó lesz. Adásunk további részében pedig a nagyszülősi babaszoba átadójáról láthatnak egy összeállítást, megmutatjuk, hogy civil összefogással hogyan javulhat a kórházban hagyott, elfelejtett gyermekek életminősége. Tartsanak velünk két hét múlva is, addig is vigyázzanak az egészségükre. Viszontlátásra!